A Szent Tamási Kolenák gyöngyi a gimnáziumi tanulmányai után biotermesztési szakon végzett, a főiskola végeztével szülei támogatásával megnyitotta saját virágüzletét, ami azóta is sikeresen működik. Hát úgy alakult ez a dolog, hogy a főiskolai tanulmányaim alatt munkába álltam ebben a virágüzletben, akkor ez a virágüzlet még másnak a tulajdonában volt, és teljesen másképp nézett ki, másmilyen bevői kört elégített ki, hogy úgy mondjam, és egy év után ott szintén a tulaj nyugdíjas lett, és úgy döntött, hogy eladná a, a, az üzlethelységet, amivel mi éltünk is, és tehát családi kupak tanácson eldöntöttük, hogy szeretnénk ezzel foglalkozni, és 2008-ban megvásároltuk a, az üzlethelységet, és azóta üzemel, mint virágüzlet. Előtte is hozzáteszem virágüzlet volt, tehát lényegében ezen a helyen már 30 éve körülbelül virágüzlet van Szent Tamáson. Vállalkozásunk 2008-ban indult, mint családi vállalkozás, Kezdetben tehát a szüleimmel és az öcsémmel dolgoztunk együtt, azonban öt ével, tehát amikor úgymond a szüleim nyugdíjasok lettek, teljes mértékben a vállalkozást én vettem át, azóta én már ugye férhez mentem, és akkor a férjemmel közösen visszük a vállalkozást. Az előző tulaj nagyon rá volt feküdve, ami a, 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 temetős dolgokat illeti. Mi viszont ezt a, ezt a kört bővítettük egy, egy ünnepi alkalomra, különleges alkalmakra, nem csak virágdekorációkra, hanem cserepes növényekre is megteremtettük a feltételeket az üzlethelyiségbe, hogy egész évben tudjunk megfelelő kínálatot biztosítani a vásárlóinknak. Különböző ajándékcsomagokat készítünk, csomagolunk, bő a gyertya kínálatunk, ugye gyertya készítéssel is foglalkozok ezen belül, és akkor egy, egy másmilyen kör nyílt meg a, a, vevők részére. A családi vállalkozás keretében szezonális virágkertészettel is foglalkoznak. Tavasszal van nárciszunk, tulipánunk és játszintunk. Nyáron, évközben rózsát termesztünk, tehát az itt az üzlet előtt látható kisebb rózsakertből, valamint egész nyáron ugye dédelgetjük a, a amit viszont minden szenték környékére időzítünk. Körülbelül minden évben egy olyan 3-4 ezer szál krizantémot termesztünk, valamint egy olyan 300-400 cserepes krizantémot. Szép szakmának tartom, ugye, meg szeretem a virágokat, könnyebb így rögtön a, a, a dolgozni az üzletben vagy a, a, a kertészetben, úgymond, hogyha az ember szereti a, a növényeket, virágokat. Megvan neki a pozitív oldala, természetesen megvan neki a negatív oldala is. Szeretni kell, bővíteni kell a tudást, a, a kreatívnak kell lennie az embernek, és akkor könnyebb egy kicsit. De minden tanulható, minden fejleszthető. Az elmúlt időszak a virágüzlet számára is kihívást jelentett. 2020-ban kezdődött ez a járvány hullám. Változó volt. Tehát volt időszak, amikor tudtunk dolgozni, volt időszak, amikor nem. Próbáltuk így is a vevőknek a, a az igényeit kielégíteni, több, jobban működött akkor mondjuk úgymond a házhoz szállítás, többen, több, több vevőnek jutott eszébe, hogy na, akkor telefonálok egyet, megrendelem, és akkor majd kivisszük, tehát akár, akár házhoz, akár a kápolnába, ugye, hogyha temetésről volt szó, feltaláltuk magunkat, hogy úgy mondjam, viszont sokkal nehezebb időszak volt, és igen stresszes. Vásárlói kedv szerintem megvan, és meg is maradt, azonban csökkent. Ez betudható a pénztelenségnek is, az inflációnak, tehát ennek a hirtelen drasztikus drágulásoknak, ami érthető. Eddig is észrevehető volt, hogy a virágüzletben jobban volt forgalom nyugdíj után, most végképp észre lehet venni. Sőt, mi több, valamennyire ugye le is esett a forgalunk, ami normális. Tehát bármelyik termékünk egy olyan dolog, ami nem muszáj dolog és, és a, a, az emberek ott sporolnak, ahol tudnak. Ami a beszerzést illeti, gondjaink voltak ezzel ott 2020-ban, 21-ben, tehát a koronára nagyon rátette a pecsétjét, hogy úgy mondjam, akkor még relatív normális áron tudtunk hozzájutni virághoz, amikor volt beszállítás viszont a 2022-es évben drasztikusan megemelkedtek a beszerzési áraink. Ez szerintem betudható annak is, hogy két évig, tehát 20-ban, 21-ben forgalom kiesése volt szerintem mindenkinek, úgy, aki értékesítő, úgy, aki termelő, úgy, aki a virágot beszállítja, tehát úgymond viszonteladó, mindenkinek deficitje volt, Viszont a, 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 az idei évben szintén nagy nyomot hagy a, a szárasság, a drasztikus a, a klíma, hogy úgy mondjam. A jövő évünk csak nehezebb lesz. Ez az én meglátásom. Vannak támogatások, léteznek könnyítések a vállalkozók részére valamivel érdemes élni, valamivel nem érdemes élni. Ehhez én csak annyit fűznék hozzá még, hogy mindennek ára van, tehát semmi csak úgy az ablakon nem repül be. Tehát ha vannak is nem visszatérítendő támogatások, annak vannak bizonyos feltételei, amik aztán komoly feltételek, és bele kell gondolni az embernek előrelátónak kell lennie, hogy ő azt a feltételeket teljesítenie tudja-e, hogy aztán azt a nem visszatérítendő támogatást esetlegesen ne kelljen visszafizetni. Ugyanígy. Legyen ez pályázati pénzről is, vagy pedig nem visszatérítendő támogatásról. Én úgy tanultam a szüleimtől, hogy addig nyújtózkodja, meddig a takaród ér, hogyha valamire van keret, akkor azt megcsináljuk, ha nincs keret, akkor spórolunk még nem lesz rá keret. Nem vagyok a hívánnek, hogy pályázok és vagy nem visszatérítendő támogatást igénylek. A vállalkozás keretében gyöngyi készítéssel is foglalkozik aki minket ellátott gyertyával, ott szintén, tehát egy idősebb házaspárról volt szó, akik nyugdíjba vonultak, és az ő gyerekeik viszont nem szerettek volna tovább foglalkozni a gyertyakészítéssel, így mi éltünk a lehetőséggel, és tanultunk tőlük, valamint bizonyos kellékeket és gépeket meg is vásároltunk tőlük, és így alakult ez a, ez a gyertyakészítés. Tehát megtanultuk a gyertyakészítést dobos technikával. Itt készítünk sárga gyertyát is, és fehér gyertyát is, valamint a mécses öntést, ami tehát egyszerű kész műanyag edénykékbe, pohárkákba öntsük a, a, a parafint, és így lesz ugye a, a mécsesünk, valamint díszgyertyák öntését e, tanultuk meg. Azóta már ugye e, valamennyit csökkentettünk a... a hogy úgy mondjam, mert tehát arra volt rá, ez a dolog, mikor a család egybe volt még, és akkor mindenki kivette a részét. Most én faktikusan maradtam egyedül, ami a műhely munkát illeti, így már a sárga és fehér dobos technikával nem készítjük, és a mécsest nem öntsük de viszont tehát a díszgyertya öntés és a gyertyafaragás az egyelőre még megmarad, ha bár ott is nehézkes az alapanyagnak a beszerzése ennek a háborús időszaknak betudhatóan, úgyhogy arról pedig ne is beszélünk, hogyha lehet találni, akkor az alapanyagnak az ára az egekben. Gyöngyi a Szent Tamási mellett Turián is működtet egy virágüzletet, összesen három munkást foglalkoztat. A fiatal vállalkozónak mindezek mellett egy másik vállalkozásra is marad ideje. Tavasztól őszik ugyanis a kürtőskalács standal járja be Vajdaságot. Foglalkozunk kürtőskalács készítéssel. A kürtőskalács készítés is 2008-ban indult, tehát egy párhuzamosan indult úgymond a két vállalkozás. Ezt a szakmát, hogy úgy mondjam, monoron sajátítottuk el, tehát Budapest környékéről egy hetes tanfolyamon vettünk részt, ahol el tudtuk sajátítani a, a kürtőskolács készítési technikáját és mi azóta is vajdaságban többnyire dolgozunk különböző rendezvényeken, vásárokon, búcsúkon. Állandó helyünk nincs, ami a kalácsot illeti, tehát ez egy olyan dolog szerintem, amivel menni kell, és azért is érdekes, mert nem tudják az emberek minden nap megvásárolni. Jövőre leszünk 15 évesek, ami a virágüzletet is és a kalácsot is illeti, nagyon nagy motiváció a pénz. Ugye valamiből meg kell élni, és sajnos olyan világot élünk, hogy csak egy valamiből nem lehet megélni. Zűrösek a napjaink, stresszesek a napjaink, de viszont jó szervező készséggel mindent meg lehet oldani. Én úgy szoktam mondani, hogy mindegyik szakmának megvan a maga ideje, maga szezonja, és ezt az időszakot szoktuk kihasználni, tehát megvan, hogy melyik periódusban, melyik szakma az aktuális, hogy úgy mondjam. Gyöngyi szerint minden a kitartáson és a jól szervezettségen alapszik, a család pedig mindenben támogatja és segíti a fiatal vállalkozót.